Üdvözöllek! Egy magas egyet szeretnék készíteni, és gondoltam, egy videót is készítek egyben, ezért el szeretnék készíteni egy ilyen magas egyest, még egyet, mert ez már teljesen árnyékban van, ezekből a faanyagokból ki a napra. A különlegessége igazából egy lényeges momentumban tér el általában a magas egyesoktól, hogy tölgyfából készül. És csak előre leszögezem, hogy a faanyag jelen árakon, amik nagyon magasak, 30 ezer forintba került, ami másfél méterszer két méteres magas ágyást foglal magába. Ez a magas ágyás másfél méterszer három méteres, három évvel ezelőtt készült, és akkor került 12 ezer forintba, plusz a csavar. De az 1800 forint volt talán. Lássuk! Tehát a faanyag, mint mondtam, tölgyfa, ezek a másfél méternél egy pár centivel hosszabb darabok, mert ugye itt nem egyenes a teteje, valószínűleg itt vágták ki 9 fűrésszel, és egy pár centit ráállítok a fatelepen, hogy majd magamnak vágjam le. Persze levághatták volna pont méretre is, de nem fog gondot jelenteni, hogy itthon méretre vágni. Valójában az se baj, hogyha hagyjuk ennyivel nagyobbra, vagy egy kicsit túllógni, és a végén lecsapjuk, nem díszágyást készítek. De ha ki szépet akar, az szépen derékszögre levághatja. Szerencsére ez a fatelep egész jól vág, tehát a vágási felület elég jó, így nem fogom gyalulgatni, bár nyilván egy simább felületet kapunk, ha meggyaluljuk, illetve ha sima felület, valamivel ellenállóbb is a fa, viszont mi nem fogunk semmilyen különleges vízszigetelést betenni, mivel hogy csupa olyan vízszigetelések vannak, amik nem szimpatikusak a számomra. Mit értek ez alatt? Műanyag fólia, dörrkellemez, szóval főleg műanyag alapú vízszigetelőket szoktak betenni. Nekem ez nem szimpatikus. Tudom, akinek az, csinálja úgy. Én amit tudok ajánlani, amit én is fogok csinálni, az eleve maga a fa anyaga. Ugyanis a tölgyfa az egy sokkal ellenállóbb anyag, mint mondjuk a fenyő. A fenyő az pillanatok alatt szétrohad. Pillanatok alatt, hát egy idő után szétrohad. A tölgy is szétrohad, de sokkal több idő alatt. Meg fogjuk csinálni azt, hogy a felületét hőkezeljük, ezáltal egy ellenálló, kormos, kiégetett felszínt kapunk, ami gyakorlatilag egy védőréteg a fánál, ezt a biológiai gazdaságokban használják, akár a faoszlopokat is, amikor leverik a földbe, előtte megégetik a lávát, ami a föld alatt lesz, és akkor az egy védőréteget hoz létre a fán. Ezt fogom alkalmazni, mert ez nekem biológiailag szimpatikus, és elég olcsó is. Továbbá, ugye, amit mondtam, a faanyaga fogja biztosítani azt, hogy ne menjen egy hamar tönkre a magas ágyás. Ha mégis tönkre megy, mondok egy számot, 15 év múlva, én annyit fogok csinálni, hogy veszek akkor egy pár centivel hosszabb pallókat, és a már szétrohadásfélben lévő pallót fogom bekeríteni. Tehát egy újabb burkolatot hozok létre, ami egyben fogja tartani. Legalábbis ez a terv. A legegyszerűbb, hogyha egyszerűen tüzet rakunk, meg a legolcsóbb is, meg talán a legelérhetőbb is. Úgyhogy rakunk egy kis tüzet ebben a kellemes nyári hőségben. Akkor kezdjük a lábakkal, ugye ezek lesznek majd a négy sarkán leütve, elkezdjük szépen átmelegíteni. Hiszem, hogy egész szépen pirulnak, elforgatjuk őket. Meglepően időigényes folyamat, de érdemes azért
egy elég vastagon átégetni, ne legyen túl vékony az elétek. Nem sok faanyagot vesztünk vele, de az ellenállása jelentősen növekszik. Itt van akkor a négy láb, ezeket majd szépen kimérjük, és az ilyen szépen végigégetetteket le fogjuk verni a talajba. Most pedig jöhetnek a oldalelemek. Meglepően sok ideig tart, mire rendesen lesz égetve az összes palló, viszont csak az egyik oldalát fogom leégetni, ami a föld felé néz, ami a kifelé néz, azt nem fogom leégetni. Így néznek ki az elkészült, leégetett pallók. Ez az oldala korvos, a másik oldala tiszta. Ezeket fogjuk akkor felhasználni a magaságyáshoz. Azt még hadd mondjam el, hogyha valaki nem akar ilyet égetni, vagy nagyon tartós magaságyást akar, és ő is ki akarja hagyni a műanyagot a magaságyásából, akkor vannak egyéb lehetőségek, például ha megnézzük a profikat, mondjuk kimegyünk egy önkormányzati területre, egy főtérre, és megnézzük a virágládákat, akkor láthatjuk, hogy ott ugye kezelt fák vannak, amik lazúrozva le vannak kezelve, és szépek, belülről pedig egy alumínium lemez választja el a fát a földtől. Ez amúgy egy nagyon jó megoldásnak tartom, azt hiszem, hogy egy picit drága, mert kb. 5000 forint négyzetméter most az alumínium táblának, fél milliméter vastagnak, ami amúgy nem is olyan sok, viszont akkor már megteheted azt, hogy bármivel lekezeled a fát, illetve mivel egy rozsdamentes, ugye az alumínium rozsdája megvédi magát, elválasztja a földtől, így a két anyag külön működik, jó megoldásnak találom, aki esetleg még ezt se tartja elég jónak, az használjon rozsdamentes acélt, ha van elég pénze rá. Én ennél maradok, ez nem egy örök élet, de azért ez is jó sokáig működni fog. Most pedig erre a területre fogjuk kitűzni a magaságyásunkat. Egy átlót érdemes mérni azért, hogy ne legyen nagyon trapéz a magaságyásunk, csak egy kicsit. Így megláthatjuk, hogy mekkora csavarodást sikerült beletennünk. Igen, sikerült is. Ezt odébb kell tenni. Tökéletes! Fél centi van benne. Az belefér. A lényeg, hogy megvan a négy kitűzött karunk. Most arra még az érdekel figyelni, hogy függőleges legyen, amikor leverjük. Tehát hozom a vizemértéket és a pörőkalapácsot. Most igen, megnézzük itt is. Természetesen a fában is van eredendően egy kis csavarodás,
De próbáljuk meg azért beállítani. Kicsit lentebb várjuk most. Próbáljuk meg úgy ütni, hogy ne így találjuk el, vagy így, hanem pont vízszintes legyen a balta. Jó, kicsit stabilabb lett. Még mindig állítható amúgy. A vízszint is. Picit kell is. Így. Ez már ferdül terembúráját. Ki tudja, a talajban is mi van. Szerencsére igazítható. Azt kell megnéznünk, hogyha ide állítjuk ezt a pallót, akkor ez mennyire van messze a vízszinttől. Igen, ahogy sejtettem. Lejtünk. Két dolgot lehet tenni, hogy elkezdjük a földet erre kitermelni, vagy egyszerűen ezt ennyivel magasabbra fogjuk majd rögzíteni. Viszont abban az esetben ezt nem kell annyira mélyre verni. Így érdemes már most megnézni a szintünket, mondjuk ezzel a fadarabbal. Így például, hogy ez így most mondjuk elírje, és igen, eléri, sőt, egy picikét meg is haladja, de ha ütünk rajta kettőt, akkor már majdnem vízbe van. De úgy is lentebb ütjük ezt majd, de ha megnézem most, akkor már innen mérve ez 64 centi. Akkor még egy 5 centit ütünk rajta, és jók is vagyunk. Ha nem bírjuk leütni, az se baj. Egy kicsit kiáll, nem probléma. Le lehet vágni, meg úgy is lehet hagyni. cm. Kész vagyunk. Most, hogy levertük az első fix lábat, innentől kezdve ez lesz a biztos pontunk. Minden átlót, minden derékszöget, még egyszer lemérve, ehhez fogunk mindent igazítani. De szerintem annyira pontos a mérésünk, amennyire egy magaságyásnál muszáj. Kész van az alap, ki van tűzve a magaságyásunk, jó az átló, jók a függők, jók a vízszintek, ez az első szintünk. Most jön a lerögzítés. Először akkor ezt rögzítjük ide. Mivel ez egy kemény fa, ezt nem fogjuk csak úgy kicsavarozni, vagyis hogy becsavarozni nem lehet, nem bírja ki a csavar, beleszakadna, elő kell fúrni. Úgyhogy fúrjunk neki. Természetesen fém csigafúróval, mint ahogy mindenki csinálja. Nagyon kevés ember veszi meg a falfúrót, de hát miért is vennénk, ha ez is kifúrja. Igen, egy picit nem ártana megsüllyeszteni,
ha nem más, akkor a vitfejnek a végével. Ennyi. Tökéletes. Picit visszalazítom, mert nagyon elemeli az alját. Így. Most akkor alul is teszünk egy ilyet. Itt is súroltuk a csavart. Nem baj, ezt már betekerjük. És hát el is készült maga a magaságyásnak a kerete. Készen vagyunk, a következő feladat a feltöltés. Fel kell töltenünk ezt a viszonylag nagy mennyiségű magaságyást földdel. Ezt úgy szokták csinálni, hogy legalúra vastag, nagy ág, gaj, fákat tesznek, akár kisebb törzseket, hogy úgy működjenek, mint a szivacs, ahogy megszívjuk magunkat vízzel, azok ugye tartják magukban a vizet, és ahogy szárad ki a magaságyás, azok biztosítják, hogy ne száradjon ki teljesen, vagy hogy több idő legyen, amíg kiszárad. Tehát ritkábban is elég locsolni. Mindazonáltal ezek is bomlanak, korhadnak, tehát tápanyagot biztosítanak a talajnak. Ezt szeretik betenni a talaj alsó részébe. Ezzel az a gond, hogy honnan szerezzen az ember ilyen fadarabokat? Persze el lehet menni venni. Megpróbálhat, vagy esetleg otthonról, ami van, belerakhat. Amúgy meg ezek mind kiagyhatóak, ha csak feltöltjük simán földdel, aztán pergetjük a bulit, az is működni fog. De azért lehet rá törekedni, ha már itt vagyunk, hogy egy rétegrendet kialakítsunk. Amit én majd megpróbálok megtenni, az az, hogy amikor zöld hulladékszállítás van az utcában, ez most lesz éppen, kimegyek, és a kukásokat megelőzve behúzom a saját udvaromba, és azt fogom ide betenni, mint komposzt alapanyag, és majd arra kerül a föld, és arra a komposzt. Így gondolom, úgy gondolom, hogy ez a legolcsóbb megoldás. Most az a helyzet, hogy én pont most vágtam ki egy bodzafát, úgyhogy ennek a fás részeit már dobálhatom is bele. Illetve itt van a betegmegyfám, amit sajnos nem sikerült megmentenem, úgyhogy elterjedt rajta ez a betegség, őt mindenképp ki kell vágni, viszont ha megnézitek a törzsét, hatalmas gyantafolyások vannak rajta, sajnos ez egyfajta betegség, vagy valamilyen gomba, vagy egy vírus, ami állítólag sokkal rosszabb, mint egy gombás betegség. Ezt nem szabad behordanunk, ezt a betegséget a magas ágyásunkba. Ebből tűzifát kell csinálni. Itt is vagyunk az első fordulóval. Ugye ezek a zsákokkal van egy kis gond. A gond pedig az, hogy ezekért fizetni kell. Tehát akik ezt kirakták, úgy tudom, ezeket a zsákokat megveszik,
és ha kirakják, akkor cserélik nekik. Tehát egyszer kell megvenni, istenna, amikor ezt elviszik, kapnak helyette egy másikat, ilyet. Ilyen zsákokat, tehát ha tönkreteszem, akkor ki kell nekem cserélni, valószínűleg ezt fogom tenni, tehát dobok be nekik új zsákot, vagy ha ki tudom szórni, úgyhogy ne sérüljön, de már eleve sérült, ahogy ki van rakva már lyukas. Így a kicserélés lesz sajnos a járható út, de a lényeg, hogy itt a zöld hulladékunk, sajnos nem mindenki gyűjti tudatosan a zöld hulladékot, így ebben felelhető némi egyéb hulladék is, azért érdemes átnézni, nehogy valami aszbeszpalát dobjon bele valaki. Amit még érdemes megtenni, az az, hogy nem ezeket a zsákokat hozzuk be, hanem egész egyszerűen elcsorjuk a 120 literes kukát, és a 120 literes kukát begördítjük, itt kiöntjük, és utána visszagördítjük. Így mi egyszerűen behúzunk egy kukát, bár biztos, hogy sokaknak ez ízletlenségként hat, hogy más utcához hozzányúlunk, de hát a kukások is hozzányúlnak. Ha valakit mégis erkölcsileg ez zavarna, akkor nagyon egyszerűen kérdezze meg a tulajt, hogy elviheti-e. Na, ezek a igazi kikészített zöld hulladékok. Még össze is van kötözve, hogy a kukásoknak könnyebb dolga legyen. Ezzel egy nagy baj van, ez tilos. Ugyanis ilyenkor a kötöző anyag nem lebomló, jellemzően nem lebomló anyagból készül. Ez például egy alumínium vezeték darabka. Tehát én tudom, hogy jót akarnak az emberek, de ez nem jó. Ne higgyük, hogy ez sok, soknak tűnik, lehet, de iszonyúan sok benne a levegő, és hatalmas mennyiséget fog lefele süllyedni idővel. Persze, ha már holnap szeretnénk belevetni, akkor ez így tényleg sok, de mi ebbe csak jövőre szeretnénk bármit vetni, addig ez zuhanni fog lefele, annyira, hogy még majd tölteni is kell valószínűleg utána földdel. Mit tehetünk még? Füvet nyírunk, én fogok is, azt is beleteszem, az friss, nitrogéntartalmú zöld hulladék. Továbbá van nekem már komposzthalmom, kicsit frissebb, ami még nem éred be, azt is ráteszem, illetve a végén földet, és a tetejére pedig a már beérett komposztot fogom rátenni. Ez mind van nekem itthon, mert én nem vitetem el a zöld hulladékot, hanem komposztálom. Úgyhogy lássunk is hozzá! Most pedig a lenyírt fő után következhet a félig érett, mondhatnám nem régóta kupacolódó komposzt, aminek sok része tavaly ősszel már oda került falevél formájában, de sok része csak most tavasszal, vagy a nyár elején levágott fű formájában. Azt is ide hordjuk. Olyan nagy a szárazság, hogy ennek érettebbnek kellene lennie, tehát ide tettem egy kis füvet, ha megnézitek, gyakorlatilag nem tudom, hogy a kamera visszaegye, porzik. Hát ebben a állapotában nem tud komposztálódni. Ellenben
a legalja, és tényleg a legalját értsétek, egy jó nagy halom, mint láttátok, a legalján azért itt van a nedves levél, és ez már tényleg félig érett komposzt. Én ebbe bíztam, hogy ebből lesz több, és ez csak a legteteje. Hát, egy kicsit tévedtem. Egy jó nagy, amit végül is létrehoztuk, az egy marha nagy komposztáló. Tehát most építettem egy borzasztó nagy komposztkupacot, ami jó eséllyel jövőre komposztál fog összeállni. Természetesen nem 100%-ban, mert azért itt vannak még a tavaszi fának, vagyis a tavaszi fadarabkák, amik ugye a meccésből visszamaradtak, ezt jó lett volna betenni a legaljára, de így sem lesz amúgy messze az aljától, mert ez borzasztóan össze fog esni töredékére, kevesebb, mint a felére. Úgyhogy lehet, hogy ez most soknak tűnik, de nem lesz ennyi. Erre most szépen ráhordok egy fedőréteget a földet, és majd ami nagyon fontos lesz, folyamatosan locsolgatnunk kell, hogy ne legyen ilyen száraz, hanem ilyen jó, nedves legyen, és összekomposztálódjon nekünk jövőre. Én azt mondom, kész vagyunk, ide hordtuk a földet, erre majd még ősszel hozom a komposzt réteget is, az még lesz egy újabb 5 centi körülbelül. Mint látjátok, eléggé megsüllyedt a magas ágyásunk szintje, ugye a zöld hulladékok alul összelettek földcsújával viszonylag jól préselve, nem sok levegő maradt így már benne, vagy sokkal kevesebb, de természetesen ez még tovább fog süllyedni, mert ahogy a komposzt érik be, esik össze, és alakul át földé komposztá, tehát még további töltögetések is szóba jöhetnek, sőt, valószínűleg szóba is fog jönni, de hát amivel még fogom tölteni, az ugye a komposzt, ami legalább még egy 5 centis réteget fog ráhúzni, de azt majd csak ősszel, amikor teljesen megérik a komposztom, akkor fogom áthozni ide. Hát illetve locsolni kell. Tehát most ebbe be kell induljonnak a komposztálódási folyamatok, és ilyen száraz időben ez nem fog megtörténni, ahhoz, hogy legyen benne élet, ahhoz locsolni kell. Ami abból probléma fog adódni, hogy ilyen vadföldet, meg mindenféle komposztot felhasználtunk, az gyakorlatilag az, hogy most elültettünk egy rahedli gyomot. Fűmagot, gyommagot, karógyökereket, tarackot, minden van benne. Ez azt fog eredményezni, hogy nőni fog a gyom, mint a dudva. Tehát azt majd meg kell tenni, hogy kapálgatni kell. Azt nehéz elkerülni, hogy gyomtalan földeket tegyünk bele, illetve hát nem, nehéz, drága, így lehet olcsón kihozni. A gyomokat kikapáljuk rendszeresen, tudatosan, akkor kimerül a tápanyag utánpótlásuk, kimerül a gyökerük, kimerül a magjuk, és ritkulni fognak, nem lesz gyom probléma a kertben, csak rendesen meg kell csinálni, nem szabad elhanyagolni. Hát mit tudnék még hozzátenni? Az ára, ezt lehet kihozni 30 ezer forintból. De hát arra is kell gondolni, hogy 30 ezer forintból vehetnék répát, meg paradicsomot, meg cukkinit, meg szóval készterméket, nem keveset. Tehát valahol azért ezt vissza is kéne termelni. Nem tudom, hogy a több százezeres magaságyásoknak az ára hogy jön vissza. Tudom, hogy az dísz, de ha nem dísznek készíti az ember, akkor a árvisszatermelődése az azért elég megkérdőjelezhető. Még így is, hogy csak 30 ezer forintból jött ki. Így azt érjük el, hogy nem kell gebeszkedni. Persze sokan azért használják a magaságyást, hogy abban majd olyan földet tesznek, ami fuhú. Hát ezt majd én szépen a komposztálással elérem idővel, de annyi pénzt biztos, hogy nem fogok tudni visszatermelni belőle, hogyha én ráköltöm azokat a virágföldeket, azokat a trágyákat, azokat a oldalfalakat, a boltból megvehetőek. Ez szerintem ilyen 200 000 forintból simán összeállna egy magas ágyás a végére,
Persze abból egyből lehet vetni, és egyből lehet pergetni a bulit, de mikorra fogja ezt visszahozni? Úgyhogy én ezt találtam ki, és ezt tanácsolom nektek is. Igaz, hogy egy kicsit több munka, mert a munkaórámat ugye nem számoltam, hogy beleöltem, illetve egy kicsit több idő, de ennél olcsóbbat nem tudok. Ha ti igen, adjatok tanácsot, megfogadjuk a kommentekben. Azért remélem a videó hasznos volt, és ha nem más, legalább szórakoztató, még ha ilyen hosszúra is sikerült. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Sziasztok!